Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gomba mezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gomba mezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom, és ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, tövéről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, két nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányért. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát. Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, amiért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Karácsony. Egy szép téli napon Bogyó a csiga fiú és Babóca a katica kislány elindultak az erdőbe fenyőágat keresni. Nézd, Bogyó, ezt a kis fenyőt kidöntötte a vihar. Vigyük haza, majd karácsonykor feldíszítjük. Hurrá! Igazi karácsonyfánk lesz! Kiáltotta Bogyó, és ugrott egyet örömében. Ahogy felemelték a kis fát, megdöbbenve vették észre, hogy egy 100 lábú szorult alá. Segíts, Bogyó, tegyük fel a szánkóra! Csúnyán megütötte magát, és biztosan meg is fázott ebben a hidegben. Vigyük el a házikomba! Óvatosan feltették a 100 lábút a szánkóra. Meg fog gyógyulni? Kérdezte aggódva Bogyó. Hát persze, nyugtatta meg Babóca. Otthon rögtön puha ágyba fektették a beteg 100 lábút. Babóca meleg teát főzött, Bogyó pedig mesét olvasott neki a kukacos mesekönyvből. Másnap reggel a 100 lábú kinyitotta a szemét, és bágyadtan rájuk mosolygott. Napról napra erősödött, és hamarosan teljesen meggyógyult. Babóca marasztalta. Ne menj még el, kedves 100 lábú, töltsd nálunk a karácsonyt! Köszönöm, szívesen maradok. De mit adjunk neki karácsonyra? Töprengett Babóca. Vajon minek örülne egy 100 lábú? Babóca elmondta, mit talált ki, mire a csiga fiú lelkesen bólogatott. Bogyó és Babóca még aznap elmentek a hangyákhoz. A hangya királynő kedvesen fogadta őket. Babóca nekik is elmesélte, milyen ajándékra gondolt. Szívesen elkészítjük, amit kérsz, mondták a hangyák. Elérkezett a karácsony. Bogyó és Babóca talpat készítettek a karácsonyfának. Amikor beesteledett, Bogyó izgatottan adta át ajándékát Babócának. Boldog karácsonyt, Babóca! Köszönöm, Bogyó! Mondta meghatottan a katica kislány. Ez csodaszép! Lelkendezett Babóca, és nyomban feltekerte a szalagot a karácsonyfára. Boldog karácsonyt neked is! Mondta Babóca, és most ő nyújtotta át ajándékát Bogyónak. Csillagszórók! Jaj, de jó! Rakjuk fel őket a fára! Meggyújtották a csillagszórókat. A karácsonyfa körül vidám szikrák pattogtak. A ragyogásra előjöttek a Szent János bogarak. Mindegyikük hozott egy-egy díszt magával. A 100 lábú is segített feldíszíteni a fát. Nem sokára a hangyák is megérkeztek. Egy csomagot cipeltek, amit átadtak Bogyónak és Babócának. Kedves 100 lábú, ez a mi ajándékunk neked, mondta Bogyó. Boldog karácsonyt! Cipőcskék! Kiáltotta boldogan. Többé nem fog fázni a lábad a hóban, magyarázta Babóca. Késő estig ünnepelték a karácsonyt. Eljött Döme, a krumplibogár, Vendel a szarvasbogár, Alfonz a tücsökfiú és Lili a rózsabogár kislány. A Szent János bogárkák és a hangyagyerekek közösen építettek egy hóembert. Vidáman táncoltak és énekeltek a karácsonyfa körül. Velük ünnepelt Pihe, a lepkelány is. Szellő, a szitakötőlány Ugrival, a szöcskelánnyal táncolt, Bogyó és Babóca pedig Baltazárral, a méhecskével. A mulatság után a 100 lábú gondosan letörölgette új cipőit, és feltette őket a polcra. Milyen szép nap volt ez, de kár, hogy egy évben csak egyszer van karácsony. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre.
Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek és asztalhoz ültek. A Katica lány 3 gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár 5-öt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy 5-öt, én 7-et is, vágta rá Vendel. 7-et? Jó, akkor én 8-at. Én pedig 10-et, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig 3 gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az 5-et is. Az 5 után megették a 6-at, a 6 után megették a 7-et, a 7 után megették a 8-at, és utána a 9-et. Most jön a 10, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, 2 ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, a ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. 3 napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbe esve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtős kalácsból. 3 nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtős kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a 3 nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a Bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel. Pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a Bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek 2 kürtős kalácsot, tessék. Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre. Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a 2 pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hímes tojások. Elérkezett a húsvét.
Pihe a lepkelány, Lili a rózsabogár, Ugri a szöcskelány és Szellő a szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. Hány tojást kell festenünk? Kérdezte Lili. Lássuk csak! Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog Baltazár, Vende és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. Akkor 7 tojást kell festenünk. Lássunk munkához! Szépek lettek, biztosan örülni fognak holnap a fiúk, állapította meg Pihe. Ideje hazaindulni, holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal várom majd a locsolóimat, mondta Pihe. Én pogácsát sütök, mondta Lili. Én pedig rétest, tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, felkötötte a kötényét, és neki látott, hogy kikeverje a palacsintatésztát. Lili is kötényt kötött, és már is gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, Szellő piskóta tekercset készített. Ugri is izgatottan ébredt. A fiúk nem kelnek korán, van még időm, hogy megsüssem az almás pitét, és egy nagy kosár almát tett az asztalra. De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak és lesodorták az asztalról a hímes tojásokkal teli tálat. A sok tojás mind összetört. Jaj, a hímes tojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? Kétségbeesve szaladt Babócához. Babóca, összetört az összes hímes tojásom, mind a 7, segíts! Nem érek rá, Ugri, süteményt sütök, de maradt 2 festetlen tojásom, ezt odaadom. Fest ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. Lili, darabokra törtek a tojásaim. Tudsz segíteni? Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a 3 fehér tojást, még van időt kifesteni. Pihe, segíts! Újra kell festenem a tojásokat, mind összetört. Mind összetört? Sajnálom, Ugri, de most nem mehetek veled, odaégne a palacsinta. Itt van ez a 2 festetlen tojás, neked adom. Szellő, baj van, összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, egyedül nem tudok 7 tojást újra festeni, alig van már idő, panaszolta Ugri. Tudom már, ki segíthet, gyere utánam. Szaladtak az erdőn át egészen a barlangig. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. Kedves pók, segítened kell, kezdte Szellő. Ugrinak összetörtek a hímes tojásai, és most 7 új tojást kell festenie. Nincs sok idő, mindjárt jönnek a fiúk locsolni, addigra készen kell lenni. Nem bánom, dünnyögte a pók. Köszönöm, nagyon kedves vagy, szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. Ugri ecsetet, festéket vett elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre 3 tojást is ki tudott festeni. Nem vagyunk, mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már kopogtattak is az ajtón. Ugri ajtót nyitott, és a 7 fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm. Mind a 7 meglocsolták Ugrit. A szöcskelány büszkén nyújtotta feléjük a tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. Süteményem sajnos nincs, szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt. Emiatt ne aggódj, nevettek a fiúk. Babócánál rétest ettünk, Lilinél pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát. Egy falat sem férne már a hasunkba, mondták a fiúk, és nagyot nevettek. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Erdei tornaverseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel.
A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Düne Csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcskelány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Wendel futott a leggyorsabban. Utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok! Ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb, ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás! Hát persze, én is beállok! Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Wendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Lepkelányok. Egy tavaszi napon Pihe, a lepkelány, virágot szedett a mezőn. Koszorút font belőle, és feltette a fejére. Egyszer csak szokatlan, csilingelő nevetést hallott. Nézett jobbra, nézett balra, de nem látott senkit. Hirtelen aztán előszállt a fa mögül hét lepkelány. Gyere velünk, mondták nevetgélve. Jó, mondta Pihe, és a nyomukba eredt. A lepkelányok szépek voltak, de szörnyen szeszélyesek. Megtréfáltak mindent és mindenkit, aki csak az útjukba akadt. Először is Alfonzt.
Add vissza a hegedűmet! Kiáltotta a tücsök, mert az egyik elsuhanó lepkelány kikapta a kezéből a hegedűt, és magasra szállt vele. Muzsikált is rajta egész ügyesen. Add vissza! Dühöngte újra Alfonz. A lepkelány átadta a hangszert a másik pillangónak, az a harmadiknak, a bolondját járatták a tücsökkel. Pihének nem tetszett, hogy gonoszul megtréfálták a barátját. Végül a lepkék kacagva visszaadták a hangszert, és tovaszálltak. Megpihentek egy virágzó fán, és illatos színes virágporral tömték tele a zsebeiket. Amikor tovább indultak, elrepültek a tollas labdázó fiúk felett. Oda néz, Vendel! Mondta Döme. De gyönyörűek! Baltazár, Gömbi, Döme és Vendel szájtátva merett az égre, bámulták a szépséges tüneményeket. De nem örültek sokáig, a lepkelányok kifordították zsebeiket, és rászórták a virágport a fiúkra. Csak úgy prüszkölt a sok bogárka odalenn. A lányok meg kacagtak, csak úgy csengett a nevetésük a szépen. Olyan gyorsan repültek tovább, hogy Pihe alig bírta tartani az iramot. Várjatok! Mondta kifulladva, és leült egy orgona bokor tetejére. Gyere, tarts velünk! Átrepülünk a hegy túloldalára, egészen a vízesésig. Mese szép, majd meglátod! Csilingelt az egyikük. Nem, nem megyek veletek! Szólt határozottan Pihe. Én itt lakom, szeretem a barátaimat, nem tréfálom meg őket, sosem piszkálom a társaimat. Menjetek csak, de én maradok, ide tartozom. Hát jó, akkor ég veled! Kiáltottak a kipirult lepkelányok. Tovább röppentek újabb tájakra, elkábráztattak szépségükkel, hogy megtréfáltak mindenkit, akivel csak találkoztak. Meglátogatta a tücsköt. Örömmel látta, hogy Alfonz ismét gondtalanul hegedül. Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Bogyó ugróiskolázott. Vidáman hívták Pihét is, hogy álljon be közéjük. A lepkelány megnyugodva látta, hogy le tudták mosni magukról a ragacsos virágport. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A holdbogár. A holdbogár egy holdalakú házikóban lakott. Holdalakú csáp ingott a fején, és holdalakúak voltak a szárnyai. De nem tudott repülni, ahhoz túl vékony kis szárnyak voltak. Szívesen üldögélt a fűben, és a felhők formáját figyelte. A lábai is gyengék voltak, így nem csak repülni, hanem járni sem tudott. De Pókocska mindenben segített neki. A holdbogár beleült a holdalakú gurulós fotelbe, és rövid sétákat tettek együtt. Ha a holdbogár éhes volt, Pókocska odatolta őt az asztalhoz. Éjjelenként pedig megigazította rajta a takarót. Pókocska sosem hagyta magára a holdbogarat, mindig tudta, mikor, miben van szükség segítségre, és azt is tudta, hogy mikor nincs. Hosszabb utakra azonban a holdfotel már nem volt alkalmas. Nagyobb utakra a holdbogár mindig régi barátja, a százlábú segítségét kérte.
így mentek gombászni az erdőbe, így mentek el gyakran a bábszínházba is. És így mentek szamócát szedni nyár elején. A százlábú örömmel vitte a hátán a holdbogarat. De egy nyári napon a százlábú levelet kapott. Ide nézz, mondta izgatottan a holdbogárnak. Ez Mókus Regőtől jött. Arra kér, hogy látogassam meg. Holnap indulok is. És velem mi lesz? Kérdezte szomorúan a holdbogár. Hogyan megyek el holnap Alfonsz hegedű koncertjére? Várj, kitalálunk valamit, dünnyögte a százlábú. Bár csak önállóan segítség nélkül is el tudnék menni a koncertre, sóhajtott a holdbogár. Tudom már, mi volna jó, ha lenne egy olyan széked, amit te magad tudsz hajtani. Egy guruló szék. Egy kerekes szék, ismételgette a holdbogár. Igen, az jó volna. A százlábú ceruzát ragadott, és nyomban tervezgetni kezdte a szerkezetet. Amint a terv elkészült, átmentek együtt Döméhez. A krumplibogár nagyon ügyesen barkácsolt, bármit el tudott készíteni. Döme tanulmányozta a rajzot, és már is munkához látott. Hozta a szerszámait, alkatrészeit, fúrt, faragott, kalapált. Délutánra el is készült a székecske. Ülj bele, próbáld ki, mondta Döme, és belesegítette a székbe a holdbogarat. Most próbáld meg hajtani, biztatta a százlábú. A holdbogár óvatosan megtekerte a kerékre rögzített karikát, és a szék elindult. Hurrá! Ujjongott Döme. Nekem ez lesz a lábam, sukta egészen halkan a holdbogár, és mosolygott. A napsugár pedig szelíden megsimogatta a gyenge lábacskákat. Egészen estig gyakoroltak. A holdbogár lassacskán megtanulta irányítani, gyorsítani, lassítani és megállítani a széket. Másnap a holdbogár önállóan egyedül indult el a tücsök koncertjére. Vigyázz magadra! Kiáltott utána aggódva a pókocska. A többiek meglepődve szaladtak a holdbogár elé. No hát, egyedül jöttél? Kérdezte Bogyó, és kíváncsian csodálta a széket. Igen, teljesen egyedül, vágta rá büszkén a holdbogár, és mindent elmesélt az új szerkezetről. Hamarosan elkezdődött Alfonsz koncertje. Sokan eljöttek, hogy meghallgassák. A koncert után Bogyó és Babóca hazakísérte a holdbogarat. A pókocska már az ablakban üldögélt, és izgatottan várta a barátját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Pihessél. Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síelni. Mindenkinek van síléce? Kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csigafiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe a lepkelány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla. Együtt fúrtak, faragtak, simára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül piherezketett. A lepkelány nem tudott síelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat. Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek.
Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát. Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepkelány hiányzik. Pihe nem is tud síelni, mondta kétségbeesve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kisbarátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepkelányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepkelányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Ne síjel minden, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síjelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm. Mosolygott a lepkelány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepkelány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendell, és zenélni kezdett a jégcsapokon. Többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepkelány körül. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el, arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek.
Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamot tele mézes kaláccsal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamot tele mézes kaláccsal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolta Krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák, erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kaláccsal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csiga fiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár, a méhecske, Pihe, a lepke kislány, Vendel, a szarvasbogár, Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötő kislány, Alfonz, a tücsök, Ugri, a szöcskelány, és Gömbi, a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk!
A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba, szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Vendelt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbáld meg egyedül! Kiáltott Babóca. A csiga fiú és a Katica lány elengedték Vendelt. Lassíts, Vendel! Kiabált Babóca. Vendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszáguldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Vendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a Katica lány, ő Vendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Vendel.
korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle, ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Vendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Vendel aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Vendelnek pedig Milla segített. No hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Vendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Vendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Vendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Vendel boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából. Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! De szép! Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém! Csak mennék vele egy kört! Igen, mi is szeretnénk menni vele, csak egy kört, aztán visszaadjuk! Nem adom! Mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert és elszáguldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön. Senkinek sem adom kölcsön. Döme lassított, és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett. Gyere, Egon, itt van a közelben a házom, lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötlete támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre.
Ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestetted? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki. Át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e. Jól vagyok, ne aggódjatok, legyintett Egon. Megígérem, hogy többet nem veszem el a rolleredet, szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem, átfestettem és Lilinek ajándékoztam, mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert, fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurra! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleren. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kis dongó lány. Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasztról valla, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, a katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt, majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek. A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csiga fiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csiga lassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kisbarátok nagyon megörültek. Gesztenyegúbóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskére, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca.
Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül! Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk. Helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a sünifogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az Orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt. De a kavics megtetszett Vendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Vendel, az az én kavicsom, én rugom tovább. Nem, ez már az én kavicsom, keresd másikat, ezt én rugdalom tovább. Én találtam, az enyém, méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keresd másikat, zárta le a vitát Vendel, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig lögdöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Vendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Vendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény! Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy dobozt tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a szamóca hol van? Hűha, a szamóca, elfelejtettük a szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt. Én szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Vendel, és töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár.
Vendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a Katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda ugri a szöcske lány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nellé is segített. Napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van. Köszönöm, mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető. Hurrá, repülünk, kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép, látjuk az egész erdőt. Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam, helyesett Babóca. Én is, mondta Vendel.
Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hangyák kórusa. Az erdő kis lakói elhatározták, hogy ünnepi koncerttel búcsúztatják el az évet. Holnap lesz az év utolsó napja, szónokolt Bagoly doktor. Sötétedéskor legyen itt mindenki, és zenéljünk együtt. Én leszek a karmester. A hangyakórus fog énekelni, mi pedig kísérjük őket csengettyükkel, csörgőkkel, dobokkal, mondta Babóca a katicalány. De honnan szerzünk ilyesmit? Kérdezte Bogyó. Készítünk magunknak, javasolta Pihe. Gyertek el holnap hozzám, és hozzatok magatokkal mindent, ami hasznos lehet. Gesztenyét, dobozt, hulkapálcát. Nekem van egy egész láda csengettyűm, elhozom azt is, szólt Milla a hóbogár. Hurrá, ez nagyon jó ötlet, lelkendeztek a többiek. Másnap mindenki korán kelt és összegyűltek Pihe házában. Hozzá láttak a tervezgetéshez. Csak hamar jobbnál jobb ötleteket vetettek papírra. Mindenki mást készített. Babóca kifúrt egy tojást, rizszemeket töltött bele, aztán két kanál közé fogta a tojást, és ragasztó szalaggal körbe tekerte az egészet. Ügyes kis csörgő lett belőle. Gömbi kavicsokat rakott egy konzervdobozba, ez jóval hangosabb volt, mint babócáé. Vendel egy kör alakú dobozból, néhány fagolyóból, zsinórokból és egy botból fabrikált magának ütőhangszert. Bogyó megtöltött egy papírgurigát papszemekkel. Baltazár gesztenyecsörgőt készített. Kifúrt néhány gesztenyét, felfűzte egy drótra, és büszkén megrázta. Pihe fémkupakokat vett elő, felerősítette egy-egy zsinórra, a zsinórokat pedig rákötötte egy bot végére. Igazi csörömpölő hangot adott ki. Mind lelkesen próbálgatták a hangszereiket, zengett a ház a hangos csörömpöléstől, amikor egyszer csak betoppant Milla. Elvesztettem a csengettyűket, sírt kétségbe esve. Keressük meg a csengettyűket, javasolta Bogyó. Ott lesznek valahol az út mentén, csak végig kell mennünk az úton, ahol a szánkó haladt. Mind elindultak a hófötte erdőben. De hiába keresték, kutatták a csengőket, hiába járták végig az egész domboldalt, egyetlen csengettyűt sem találtak. Ez nem lehet, nem tűnhettek el, mérgelődött Vendel. Így nem lesz csengőszó, szipogott Milla. De lesz, nyugtatta meg Bogyó. Ne búslakodj, Milla, elhozom a szélcsengőt, amit a télapótól kaptam. Sötétedéskor az erdő összes kis lakója összegyűlt a dombtetőn. Már csak Bagoly doktor hiányzik, karmester nélkül nem kezdhetünk bele, mérgelődött a hangya királynő. Ott van, megjött Bagoly doktor, kiáltott ekkor Vendel, és az égre mutatott. Ide nézzetek, mit hoztam! A csengettyűim, megtaláltad őket? Kérdezte meglepetten Milla. Igen, láttam a magasból, ahogy csillognak a hóban, és nyomban összeszedtem mindet, mesélte büszkén a Bagoly. Akkor ezért nem találtunk már semmit sem a hegyoldalon, mondta nevetve Milla, és megölelte Bagoly doktort. A hangyakórus belekezdett az első dalba, felcsendült a vidám énekszó. A Szent János bogarak csengették Milla csengettyűit, szólt a sok csörgő, az erdő megtelt muzsikával. Hajnalig szólt a dal, a kis barátok vidám énekszóval köszöntötték az új évet.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Vendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Vendel, nyisd ki, én vagyok az Frici! A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Vendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit, mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! De a focihoz csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat, szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár. Reggeli után Vendel és Frici útra keltek, mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonzt választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Vendel kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt. Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szalagybogyó, kiabált Vendel. Ide, nekem passzol! Kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az! Ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek! Hajrá, pirosak! Hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Nem ér, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát! Háborgott a méhecske. Bizony, Boltozárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonz a bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak két gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Vendel csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt, panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak. Vendel csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom! Kiáltotta, és félrelökte Bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem! Jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonz. Csúnyán ellökted Bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Vendel, és megveregette Frici hátát. Ugyan már, hamar rendbe jössz, ne lóvasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskóta tekercset.